Üdvözlök mindenkit, én Szajvék, ezt már láthatjátok a Dark Souls nevezetű játéknak a végjátszása. Folytatjuk akkor szépen tovább a kalandjainkat a DLC-n belül. Hát ugye előző részben egy közkedvelt karaktert küldtünk el a más világra, és elvileg... Pontosan. Itt is van a társa. Aki amúgy eléggé barátságos. You, is that not the soul of the man who fell on this spot? He was a dear friend. I wish to pay proper respect with that soul. Would you be willing to part with it? Na, szóval kettő darab dolgot lehet csinálni. Az egyik az, hogy odaadjátok a lelket, aminek következik, hát majd meg fogom mutatni, mert igazából oda fogom neki adni, akkor inkább azt mesélem, hogy mi van, amikor azt mondjuk, hogy nem. Ha nem adjátok oda Artoriasnak a lelkét, akkor mondja, hogy oké, rendben, megérti, hogy nem adjuk oda a lelket, és akkor puszi-puszi csá szindróma. Ha elmentek Honor Londóba az óriás kovácshoz, akkor Artorias lelkéből meg lehet csinálni azt a kardot, amivel itt harcolt ellenünk. Azt hiszem a nagy örvény kard, vagy valami ilyen Great Abyss Sword, azt hiszem ez a neve. És hát elég erőteljes az a kard. De a lényeg, hogy én most akkor jó kislány leszek, és akkor odaadom szépen. Thank you. You are very kind. Please take this. I no longer need it. És ennek következtében megkaptuk az ő fegyvereit, az a sötét ezüst kihúzót, meg az arany kihúzót. May the Lord guide thee. May the Lord guide thee. Jó, többet már nem is mond. Amúgy meg lehet őt ölni, és hogyha megölitek, akkor meg lehet szerezni a szettet, amiben itt csücsül, vagyis az itt térdel. De én most egyelőre kihagynám, tehát fölöslegesen nem akarok balhét. Nem azért, simán meg lehet ölni, tehát nem nagy dasziszt vasz a csajszi. De most fölöslegesen minek csináljak magamnak újabb problémát. Na. Lényeg akkor. Van ez az arany kihúzó, meg... Már szerintem már halljátok hangokból, hogy igen, hogy lesznek itt azért problémák. Meg az ezüst kihúzó. Egy sötét ezüst tör, amit Ciaran, az úr pengéje, a Gwyn úr 4 lovagjának egyike használt. Ja, igen, ez a hölgy is a 4 lovagok közé tartozott. Mondjuk most pont a múltban vagyunk, úgyhogy ez kicsit úgy érdekes. Mindegy. Az áldozat először elámul az arany kihúzó káprázatos csíkjaitól, majd ezen tör mérgező pengéje válik húsába. Az a durva ezzel a fegyverrel, hogy SS szinten skálázódik a Dexterity-vel. Úgyhogy eléggé durva, és 160-os a kritikus sebzése. Mert van az arany kihúzó. Az csak alva skálázódik, viszont van rajta egy 300-as bleed effect. Úgyhogy ja, el lehet dönteni. Hajlított kard, amit Ciaran az úr pengéje, Gwyn úr 4 lovagjának egyik használ. Ciaran a hipnotizáló tánccal súlyt le kardjával, a sötétséget áldáz aranycsíkokkal bevésve. Na de akkor lényeg. Hangoljunk akkor varázslatokat. A mondó vagyok. És akkor kezdjünk el szépen itt mindent kitakarítani. Annyira durva, hogy csak ilyen kevés varázslatom van, de hát mindegy. Na jó, akkor... Beteszünk egy ilyet. Vagy... jó lesz az úgy. Na, akkor szépen kezdjünk neki a történetnek, és akkor haladjunk. Pillanat, nem néztem meg, hogy mennyi lélekre van szükség, 46 ezer. Jó, legyen 47, kerekítsünk. Mivel ez lesz számomra a központi bonfire, ezért ezt föl is izzítom. A plusz 10-es, hát 10-es flaskáig biztosan. Sőt, lehet 15-esig kéne.
Ja, inkább biztosan megyek, amúgy is van egy csomó emberségem. Szám szerint 19, úgyhogy inkább nem kimaxolom, de 15-ösig azért felé szíttam ezt a történetet. Úgy, 4-15 laskával akkor neki is tudunk esni a sztorinak. És nem a mohó ezüst kígyót használjuk, hanem az arany kígyó gyűrűt. Már a mostani ellenfeleink azok dobhatnak nagy titanitot. Tehát... ja, nagy titanitot elvileg dobhatnak, meg úgy dobhatják ezt a fejest, ami rajtuk van. Ajaj. Jó, kezdődik. Nem kéne őket lebecsülni. Mert két ütés és annyi vagyok. Úgyhogy szépen messziről kajtolgatós történet. Úgy. Na gyere! Au! Nem. Azt elfelejtett, haver. Na, dobta a titanitot nekem? Dobott, helyes. Szóval őket lehet farmolni titanit reményében. És ugye közel van a bonfire, amihez lehet portolni is. Közben felszedtük egy zsebbeleket, és remélem, hogy ide nem pakolta be. Jó, helyes, ne is pakolja be. Ez itt majd egy shortcut lesz, hát igazából majd le kell mennünk a majdnem a legaljára a történetnek, és ott kell majd aktiválnunk a liftet, és akkor itt vissza tudunk majd jönni. Na de a lényeg. Hogy előtte azért körbe kell menni. És nehogy azt higgyétek, hogy csak ezek az ellenfelek lesznek. Ennek az ellenfélnek van egy másik fajtája, nevezzük úgy, amivel itt fogunk először találkozni. Hát ez egy ilyen varázsló köcsög. Jó, egy hülyével kevesebb. És ilyen dárkos varázslatokat nyomatnak, úgyhogy csak óvatosan. Ja, és előszeretettel szeret kiröhögni. Most megvárom, amíg visszasétál úgy nagyjából a helyére. Mert hogyha eltalál... Hát egyet még túlélek, de a következőt azt már nem. De hülye, nem ott vagyok. Lehet, hogy... nagy lélek nyilván kéne elintézni. Ja, azzal egy hitelem, helyes. Na, elvileg itt van benn még egy szarházi. Remélem, hogy méltóztatik kijönni. Na, gyere! Úgy. Na, most, hogy ezzel megvagyunk, nem sokára kapni fogunk egy invadert. Mivel emberi alakba vagyok, és igazából direkt csináltam azt, hogy emberi alakot vettem föl. Kell nekem egy. Összetett ilyet azt tudok használni elvileg. Nagyon jó. A 99 alapnyilvessző is kelleni fog, mivel itt van egy rohadék, aki eléggé messze van, de hogyha túl közel megyek hozzá, akkor bejön az invader. Úgyhogy először inkább őt kiiktatjuk, mert útba lesz, és elég zavaró tényezővé tud válni ez a kollega. Na. Itt fog megjelenni a köcsög. Na, jön is.
És nem dög lesz bele. Egyeseknek ismerős lehet. Az a hülye Chester gyerek. És ez halálos komoly? Na azért. Azért méltóztassunk már beledögleni, jó? Azért a dolgokba. No. Azért néha napján ő szokott dobni nekem humanityt, de hát mindegy. Most úgy döntött, hogy nem akar dobni. Ja, és hogyha most visszamennék hozzá és beszélgetnék vele, mondjuk azt, hogy meg is fogjuk ejteni, akkor egy kicsit bunkóvá válik. Azt mondja, és igazából csalással vádol, hogy csalással győztem le. De hát igazából menjen a francba, ő invédelt be. Na. Nekem kelleni fog egy tárgy. A napfény féreg. Így, né? Azért. Mindjárt mutatom nektek. Jajajaj! Hát annak az elment, az elfutott. Na lényegtelen. Szóval, legyen világosság. Jó. Nem ez kell, nem ez kell. A napfényférekkel. Illúziófal, ami csak és kizárólag fénye hatására nyílik ki. És értelemszerűen érdemes ezt kinyitni, és érdemes a ládát is kinyitni, és kivenni belőle ezt a tárgyat. Mert nagyon-nagyon meg tudja könnyíteni egy bizonyos boss fightot. Ezüst nyakék visszaveri a sötétséget. Ez az ezüst nyakék, amiben Artorias címere van rávésve. Anor Londo ősi kincseinek egyike. Artorias azért kapta, mert szembeszállt az örvénnyel. Hatékonyan veri vissza az örvény sötétségét, főleg mágikus formájában. Majd egy boss fightnál nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos lesz. Nagyon meg tudja könnyíteni a helyzetet. Ne, hogy te már itt lövöldözöl. Ki az anyádat? Oké, na figyelj ide, ezt beszéljük meg. Szerintem, jó? Szerintem ezt rohadtul beszéljük meg, mert ez így nem. Ezt így felejtsük el, jó? Nézzük csak, igen, innen tudok majd visszamenni. De még nem végeztünk. Itt van lent kettő köcsög. Egyszer. Ott van a másik. Na lőj egyet. Akkor lövök én. Helyes. Na, két köcsög elintézve. Azt hiszem, hogy itt semmi nincs. Ja, ez csak egy ilyen menekülő platform. Illetve... ezek se dobtak semmit. Ezek is néha napján szokták dobálni itt a fejükön lévő... bogarat. Nem tudom, minek nevezzem. Sebileg itt a varázslat lesz. Sötét gömb. Nem. Ezek ilyen dárkos varázslatok, amiket tudunk használni esetlegesen, hogyha szeretné valaki. A sötét gömb, örvény varázslat, amit Olaszil varázsló az őrület határán fedezett fel, nagy sötét gömböt lő ki. Az alap lélek varázslatokkal szemben az örvény varázslatok nehezebbek és fizikai sérülést okoznak. Talán az emberi lélek az... na, talán az emberi lelkek az emberségük miatt olyan varázslatokat alkottak, melyek érinthető jelenléttel bírnak. Mondjuk valami be van szorulva, de a mellkasom és a nyelőcsőm között valami. Na mindegy. Igen, egy szlotot használni, és ugye 6-szor lehetne használni, szóval gyakorlatilag én most csak 3-szor. De legalább erőteljes. Még lesz 2 varázslat, amit össze tudunk szerválni. De azokat akkor majd később, és elvileg... tudtam, hogy erre nincsen semmi, de akkor ezt leteszteljük. Mint pedig egy tárgyal. Van nekünk ilyen... prizmakövünk, használjuk. Hát igen, ez halálos. Úgyhogy nem ajánlatos előre menni. Na, de mindjárt még nézzük meg, mi van akkor, hogy olyan helyen dobom én el ezt a cumót.
ami nem halálos. Na, ennyi. Csak szimplán ketté törik. Szóval ez nem halálos zuhanás lenne. És tök jó, mert ilyen fényeffektet is hagy maga után. Jó. Valamit kihagytam. Jaj, egy köcsögöt, igen, egy köcsögöt itt hagytunk. Igen, itt. Pontosan. Sajnálom című fafaragás. Ez gyakorlatilag a DLC-vel jött be. És tök jó. Mert igazából PvP-be is tökre lehet ezt használni. És végtelenszer lehet ezt használni. Tehát, hogyha esetlegesen PvP-be vagy bármi olyat vétettél, vagy valami, akkor ugye ezt általában szokták használni, hogy jaj, ne haragudj, vagy hello. Meg van eszem ebből még olyan 4 vagy 5 ilyen érdekes. Ja, nem erre kell jönni, hanem egy szinttel följebb. Tehát még van ebből 4 vagy 5 típusú ilyen fafaragás, amik ugye különböző kifejezéseket mondanak. Mi köztük van ez, hogy sajnálom, ugye van ez, hogy hello. Meg nem is tudom még mi. Majd megvásároljuk őket, aztán megnézegetjük, jó? Most így fejben nem akarom itt, nem akarom a hülyeséget nyomatni. Na. Jaj, nem ezt a varázslatot akartam, mindegy. Így is úgyis két hit. Tehát így is úgyis kettő lövés kell előnöm, akkor inkább már a kicsi léleknyilakkal lövöldözzem ezeket a köcsögöket. 23 léleknyil, 13, 9 lélekláncsák elfogytak, mennyik. Az úgy nem okés. Azt kell mondanom, hogy az úgy eléggé nem okés. Eléggé ki lesz akkor ezt centízve. Szerintem nem kell mondanom. Látjátok a láncon is, láthatjátok, hogy mozog a láda, úgyhogy tudjuk, hogy ő kicsoda. Nagyon jó című fafaragás. Az. Nagyon jó. Jajjaj, nem megyünk le. Most kíváncsi vagyok, hogy ezzel a Z-jal eltalálom-e ott azt a köcsögöt, mert hogyha eltalálom, akkor innen szépen lelövöldözöm. Jó, el tudnám találni, csak célozni kellene megtanulni. Oké. Talán ebből a szögből. Lőj egyet? Te köcsög. Jó, ő nem talál el engem. Én viszont eltalálom. Ez így rohadt hosszú lesz, tudom, de inkább. Mivel egy nagyon szűkös részen kellene átfutnom, és általában ez kiszokott nyírni. Na jó, nem szórakozok vele. Majd levarázsolom onnan. Csak előtte a két hülye haverját kéne elintézni, legalábbis magamra vonni a figyelmét. Na, megmozdult az egyik. Akkor hozom őt. Már megint rossz a varázslatom. Az anyád.
a gond, hogy fogynak az Estus flaskáim, meg a varázslataim is. Azért nem jó, hogyha az ember már New Game Plus-szal játszik, mert már rengeteg varázslata van aztán, meg rengeteg ugye hangolási pontja. Futás. Mert ugye New Game Plus-on már ilyen 60, meg 75 léleknyillal futkorászok, meg 80 darab ilyen nagy léleknyillal, meg ugye van még C-követő massza is, meg lélekláncsa is, tehát azért New Game Plus-on már azért sokkal több az embernek a varázslata, és sokkal könnyebben tudja ezeket csinálni, de itt még a New Game-ben azért, vagy hát nem New Game, hanem az alap egyszeri végjátszásnál azért kicsit kevés a cucc. Na nézzük. Hát most vagy sikerül, vagy nem. Vagy meghalok, vagy nem. Egyszer. És a másodikat azt már nem. Na. Hát eddig úgy jók vagyunk. Le kéne kopogni, csak hát nincsen nálam asztal most jelenleg. Vagy hát a közelben nincsen. Nem, ez felejtsd el, hülye gyerek. Na és ezt a köcsögöt, ezt általában innen szoktam. Egyszer meglőni, aztán utána úgyis mindjárt jön. Azért, hogy ezeknek világít a fejük a sötétben, úgyhogy erőteljesen le lehet őket intézni. Na akkor. Igen, az átlagos emberek odafutnak, hogy jaj, mi az. De hogy klasszikust idézzek, csapda. Na ide figyelj, én már szarházi. Túl sok orrásatomba kerül szám. Remélem, hogy jutsz róla. És amúgy rakás szemét. Tehát így rohadtul semmi értelme nem volt. Na, elvileg van itt egy olyan szög, aminek következtében itt ezt a varázslót el tudom intézni. Helyes. Mivel ő enyhén problémás. 10 lélek nyíl. Hát fogalmazzunk úgy, hogy gyakorlatilag lehetne több is. Jaj, csak öt. Ja, tényleg csak öt van. Oké. Ne őt lokkold, mert nem ő jön. Nem ő jön. Hallod? Támadj már. Hát azt nem hiszem. Mi van? Érzékelitek, hogy éppen felvételt készítek, aztán most nem mutatjátok, hogy mekkora Janik vagytok? Lehetséges amúgy. Problémás lesz ez így, problémás. És azon gondolkodám... Közben matekozok. Majd lehet vissza kéne váltani egy izét. Egy varázsló botra. Na mindjárt megnézzük. Hol vagy? Megy. Majdnem. Nem akarok közel menni, mert ott fönt van egy varázsló. Egy másik. Nagy ne szívassál már, most nehogy már egy oszlop. Ott nem tudsz kikerülni. Itt vagyok. Jó, 260. Szép volt. Ez meg 380. De amúgy is mindig két ütés, szóval... Keressünk egy varázslóbotot. És akkor így... Jaj! Pillanat. Hülye tévé ki akar kapcsolódni.
De az úgy nem lenne jó, mert ha kikapcsolódik, akkor nem látok semmit a játékból. Na szóval. Most akkor így már van 12 léleknyilam, meg több masszám. Mindjárt megnézzük, hogy így a léleknyilak azok mennyit sebeznek. Mennyi volt? 380, igaz? Logannek a varázsbotjával. Szép volt. Nehogy már nem találom el. Na végre. Ez egy kicsit vicces. Néha napján ez a sztori. Aha. Lehet megérte volna inkább ezzel a varázslóbottal menni végig. És akkor több varázslatom lett volna, mert így is úgyis nem annyira nem növeli a Logannek a varázs botja, amit kellene. Na mindegy. Jobb később, mint soha. Rájönni az ilyen dolgokra. És miért veszíti el itt a target lockot? Ezt valaki magyarázza el nekem. Áj. Cégkövető lélek massza még maradt. Na, elvileg már csak egy ilyen hülye gyerek maradt. És ugye ott van fönt a varázsló néni. Na, azaz, megvan. Na, nézzük meg a cégkövetőt. Hát, hogyha az van satója. Ezeket a hülyéket. Kukucs. Hát ez eddig nem derült ki. Van satója, oké. Ó, akkor nem lesz probléma. Most ezt a rohadékot valahogyan... Nem, úgy lesz, hogy megmutatom magam. Mondom, úgy lesz, hogy megmutatom magam. És akkor fölébred. És akkor talán méltóztatik erre jönni. Ó, de jó. A varázsló néni meg elindult felé. Jó, gyorsan ide az oszlop mögé. És van pofája kiröhögni. Lőj. Lőj. Lőj már. Lőj már. Na azért. Nem illik kiröhögni a másikat. Főleg, hogyha éppen kasztol valamit. Na nézzük körbe. Azt hiszem, hogy itt nincsen semmi. Sőt, biztos. Ez itt kérlek szépen egy hősnek a lelke. Azt ott pedig szépen leszedjük. Mert nem akarok én oda fölmászni. Mondjuk így is fölmegyünk. Sötét köd nevezetű varázslat. Hát ködöt varázsol, tök jó amúgy. Aki benne áll, az ő ilyen mérgezést kap. Örvény varázslat, ami túlösszili varázsló az ölet határán fedezett fel egy nagy fekete ködöt hoz létre. Habár elméletben a fekete köd közel áll az emberséghez, attól még pont, hogy szörnyűséges méregként működik az emberekkel szemben. Talán mindez pont a saját fajtája elleni kegyetlenségét ábrázolja. Lehetséges. Sose lehet tudni. A lényeg, hogy most fel kell ide mennünk. Na jó. Inkább biztosra megyek, jó? Mert kevés a varázslatom. Mindjárt ide följövünk, fölmegyünk. De előtte megnyitom a sorkatot. Mert hogyha esetlegesen véletlenül, ne adj Isten, meghalnék, akkor ne kelljen már körbefutnunk. Így, megnyitottam akkor a sorkatot. Arra fel egyelőre még nem megyünk. Az majd szerintem a következő résznek a tartalma lesz. Arra is ugye van egy boss.
de akkor azt majd a következő részben, úgy elvileg azt ígértem, hogy ebben a részben azt a sárkányt fogjuk megölni, akit az előző részben már láthattunk egyszer. Jó, itt meg most szépen azt szoktam én csinálni, hogy én lassan sétálok, hogy ne csapjak zajt. Mert hogyha zajt csapok, akkor onnan kifut egy ilyen mocsadék, és általában ez meg szokott engem gyilkolni. Kérek egy target lockot. Na, eddig jók vagyunk. És akkor, ugye itt volt fönt a szarházi. No de, pillanat, hallgassátok csak. Ez azt jelenti, amúgy ez a hang, ez azt jelenti, hogy itt ismételten fényre van szükség. Titkos hely. Minek a végén van egy ládika. Nem muszáj amúgy ezt tízig felfedezni, mert nem nagy dasziszvasz van benne, csak egy vörös titanit darab. De hát, hogyha valakinek kell, akkor nyugodtan. És ugye ott voltunk lent, ugye tényleg onnan ugrott le a szarházi. Na, ó, és közben van egy humanitim is. Egy potya humanitim, az jó lesz. Hát, hogyha vissza tudok menni ez a bonfire-höz úgy, hogy nem halok meg egyszer se, akkor fel tudjuk húzni plusz... meddig? Plusz 20-asig, ja. Hát ezt nem így, nem így terveztem. Most innen fog jönni a szarházi. Na jó. Jaj! Pfú. Még szerencsé, hogy rohadt könnyű vagyok. Mert amúgy az instant halál lett volna. De megállt a szívem. Szóvi, nézz a lábad elé. Köszönöm a tanácsot amúgy, srácok, igen, igen. Megfogadom. Amúgy igen, itt van egy másik köcsög. Remélem lesz annyira hülye, hogy erre jön. Nagyon jó. Igen, ezért kell ott amúgy halkan sétálni, mert ennek a rohadéknak nagyon fel lehet kelteni a figyelmét, aztán akkor mögétek jön, és akkor agyonver. Na. De hogy én miért szórakozok itt? Na, azért a ládáért ott. De előtte csinálok egy kis területet. Mert ez egy mimik láda. Pontosan. És alig van varázslatom, de hát mindegy. És pont elfogyott. Már csak lélekmasszáim maradtak, de a lényeg, hogy pontos ezt a rohadékot megölni, mert így megkapjuk a címeres kulcsot, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogyha szeretnénk megölni a sárkányt. Elvileg itt pedig. Ugye itt volt fönt a varázsló, itt lehetne leszakítani a kötelet. De hát, hogyha van valakinek íja és nyilvesszeje, akkor könnyen le tudja szedni. És akkor nem maradt más hátra, mint hogy elmenjünk a Twin Humanity-zért. Mi pedig itten található. Kettős emberség, jó, szerintem már rég hozzászokhattatok ahhoz, hogyha valamit angolul, meg valamit magyarul mondok. Berögződés nap, tehát nem igazán tehetek róla. Sokszor játszottuk végig ezt a játékot, aztán ugye Twin Humanities, tehát sajnos ez maradt meg az agyban. Na akkor hívjuk vissza a liftet. Aztán akkor irány a bonfire, meg akkor készüljünk fel a sárkány elleni harcunkra. Na, vissza is tértünk ide. Ezt a humanitit ezt belenyomom ebbe a bonfire-be, akkor legyen már plusz 20-as. Mégis 20-askával inkább nekiesek egy sárkánynak, mint 15-tel. Mondjuk nem a flaska fog már itt, tehát
Glasscannon karakternél igazából annyi a lényeg, hogy nem a flaskáknak a száma határozza meg azt, hogy te most győzni fogsz-e vagy sem. Hanem az, hogy mennyire tudsz elhajolni, meg hasonló dolgok, tehát elgurulni az ütések elől. Meg Glasscannonként tényleg azon, hogyha egyszer megütnek, akkor 80% HP mínusz, másodikra megütnek, akkor pedig véged van. No, a lényeg, akkor hogy itt föl lehet ugye itt jönni, és itt van egy rész, és így lehet hallani, hogy valaki farigcsál valamit, és itt van egy ajtó, amit igazából nem lehetne kinyitni, de mivel mi most megszereztük a Mimiktől azt a kulcsot, ezért a címeres kulccsal kinyitottuk ezt, és akkor felmászunk, és akkor lássatok csodát, hogy ki van itt. Egy óriás. Név szerint Sólyom Sam Gog. A visitor, have we? Thou must be the one who freed Artorias. An old friend he was. Thanks to thee, he left this world with honor intact. And here I am, retired and blind. A little help to thee, I'm afraid. Hát azt majd meglátjuk, barátom. If thou seekest to explore this domain, be wary of a black dragon. I fear thee no match for this terrible beast. Jó, black dragon, sötét sárkány, jó. Kicsit vonatkoztassunk el tőle, mondjuk igazából szerintem fekete sárkány, de mindegy. Mondjuk a sötét sárkány kicsit ez jobban hangzik, úgy a dárkosabb, tényleg. There's very little to be said. What good is a dog with no hairs to hunt? But I'm lucky to be alive, I suppose. There's very little... Jó, más nem mond. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy ha megnézitek a fejét, akkor ugye tiszta vér ott a szemek környéke. Lényeg a lényeg, hogy megvakult. Tehát semmit nem lát. Ez majd később lesz fontos. Na és nála lehet ezeket a fafaragásokat megvásárolni, hogy esetlegesen nem találtátok volna őket meg. Hát tök olcsó, mert 5 darab humanity-be kerül az összes. Van ez a köszönöm fafaragás, meg ugye van a hello. Van nála a hazatérő csont, meg trágyakupac. Hát most mindenki döntse el magának, hogy melyiket akarja megvásárolni. Titanitokat lehet ugye nála vásárolni, meg Gaug nagy nyilakat, és csak és kizárólag sárkány nyilvesszővel, vagy sárkány íjjal, na nem nyilvesszővel, sárkány íjjal lehet ezeket csak és kizárólag használni. Nagy nyilvessző, amit Sólyom Sam Gog, Gwynur 4 lovagjának egyike, igen, azt elfejtettem mondani, hogy ő is amúgy a 4 lovag egyike. Tehát igazából most már tudjuk mind a 4-nek a nevét. Tehát ott volt Onstein, ő volt ugye a kapitányuk, volt Artorias, volt ez a Siana, és itt van Gog. Szóval, 4 lovagjának egyike használt sárkányok levadászására, nagy éj kell hozzá. Maga Gog faradta ki a hegyüket kőből, és a nyelét vastag fakéreggel vonja be. Farewell. Lead thy life as thou seest fit. Köszönöm. Amúgy, hogyha jól emlékszem, akkor itt nála nincsen semmi, tehát semmilyen ládika vagy elrejtett bármi. Ja, nincs semmi, itt csak beszélgetni lehet vele, meg ugye vásárolgatni. No de. Akkor ott tartottunk, hogy... Nekem kell majd egy... Hát nem Twin Humanities. Hanem majd szükségessé válik a hazatérő csont. És majd mutattam is, hogy miért. Na most elvileg tehát általában azt szokták mondani az emberek, hogy ezt a fightot, ezt kétszer kell lejátszani. És az első alkalomnál meg kell halni. Hát nem. Az első alkalomkor nem muszáj meghalni. Tehát vannak módszerek, hogy az ember ezt túlélje, például itt van a hazatérő csont. Vagy hogyha nagyon ügyes az emberke, akkor ugye el lehet futni. Ja, mondjuk 48.000 lélekkel nem igazán szeretném most oda menni, úgyhogy inkább azt költsük el. Mindjárt megnézzük, hogy mit tudunk fejleszteni.
Na nézzük. Hát az intelligenciánk az már jó, az már 50-es. Igazából 50-es intelligencia az, az bőven elegendő bármire. Hát egy New Game Plus-on is 55-ösig pusztam fel az intelligenciát. Tehát igazából most már 50 plusz fölött már annyira nem érződik a, az intelligenciának a hatása varázslatokra. Én szerintem. Úgyhogy intelligenciánk az már bőven királyságos. Hát mit húzzunk? A hangolást azt most hiába húznám, mert 50-es szinten jön a következő. És az még nagyon-nagyon messze van. Lehet, hogy Dexterityt kellene. 35-ösig ki kéne húzni esetlegesen. Ja. Dexterityt húzunk 35-ösig. Vagy hát ameddig el tudjuk húzni, igazából 35-ig elmegyünk, azt utána meg majd meglátjuk, hogy mi merre. No. Na várjátok, Go-ugol beszéltünk, igen. Akkor mehetünk is a sárkánynak az odujába. Barlangjába, völgyébe, menedékére, kinek milyen kifejezésé. Meg tényleg itt van ez a hülye Chester, ezzel azért beszélgessünk. Most, hogy ugye beinvédelt, aztán sikeresen elvertük a száját. És még neki fog följebb állni, szóval így... Oh, you. You have quite some nerve. Or are you just thick? Fine then. What is it that you need? Nem hiszem az anyádba. Did you really slay Knight Artorias? I'd heard the Abyss found him first, but even still, that's absolutely treacherous. Yes, magnificently so. Believe it or not, Ulysseal has brought the Abyss upon itself, fooled by that toothy serpent. They upturned the grave of primeval man and incited his ornery wrath. What could they have been thinking? But to you and I, it's all ancient history. You have to ask yourself, does it really matter? Amúgy igazságot mondtam. Well, you've quite the nerve. I've had enough of you. No. I'll be seeing you, if you survive your travels. A kis bunkókám. Na mindegy. Szóval a lényeg, hogy van abban a igazság, amit mond, mert tény és való. Hát most kezdjem el elmesélni ezt az egész történetet, vagy majd akkor meséljük el, amikor a főbosshoz majd elmegyünk. De egyet igazából a DLC-nek a főbosszához, hogyha elmegyünk. Jó, a lényeg, hogy tényleg, hogy Ulysseal valóban önmagára szabadította ezt az örvényt. És tényleg volt egy ősi ember, akit kikeltettek a sírjukból, tehát fölkeltették elvileg. A sírjából az ősi embert, aztán valamilyen varázslatokat akartak kicsikarni belőle, vagy általa, vagy hogy is fogalmazzuk. És hát egy kicsit rosszul sült el. Na. Itt vannak azok a rohadékok, amiket én annyira szoktam ugye szeretni, meg utálni. Ugye a kutyák. Mondjuk szerintem most már válthatunk át izére. Az erősebbi varázslóbotra. Jó, one shot. Nem akarok közelébe menni, mert hát tudjátok nagyon jól, hogy a Dark Souls-ban utálom a kutyákat. Rámugrik, szétharap, érzést okoz. Soroljam még. Undorító és kész. Na. Akkor ezeket... Jaj, azt nem. Arra szükség van. Esetlegesen, hogyha valami balul sülne ki, vagy sülne el. Nem tudjátok mit. Kutyus. Cic. Jó, azért egy méltóztatta eltalálni. De jó, hogy öt van nálam.
Tehát azért az ötből egy azért találjál a kutyát, mert eléggé fájdalmas tud lenni, hogyha nem. Vagy nekem az is jó, hogyha mind az öt eltalálja. Vagy. No. És akkor... meg is érkeztünk a tetszín helyére. Mindjárt jön a sárkány. Köszönjetek szépen neki. Na, elvileg két úton módon lehet lemenni, van ott egy létra. Viszont itt alul. Hát igen, itt volt egy gyík, ami az a probléma, hogy észrevett engem, és már is tűnt. Na mindegy. Akkor majd legközelebb. Na, betesszük az a térő csontot. És a lényeg. Ide ki kell futni. Meg kell várni, hogy megjelenjen a sari, ott a távolban. Futás. Ne várjátok meg. Na jó. Szóval, lényeg. Ezt a sárkányt addig nem tudjuk legyőzni, ameddig röpköd. Addig semmi esély. És valahogyan el kellene érni az, hogy a Földön maradjon. Vagyis legalábbis az, hogy leszálljon a Földre, és a Földön tudjunk vele harcolászni. De most én amikor először játszottam ezzel a játékkal is, eljutottam eddig a sárkányig, hát én mindent kipróbáltam, de tényleg mindent, amit ember kipróbálhat. Próbálkoztam azt is, hogy varázslóval idejöttem, és akkor itt varázslatokat, hát hogy fölturboztam az első karakteremet annyira, hogy tudjak varázslatokat használni. És elkezdtem varázslatokkal lövöldözni. Hát fogalmazzunk úgy, hogy szart se ért. Mert úgy, hogy van mindig lehányt tűzzel. Megpróbáltam azt is, hogy akkor vettem ilyen hatalmas, tehát használtam a sárkányölő íjat, sárkányölő nyilakat, meg minden mondom. Hát biztos az van, hogy egyszer el kell találni a fején, azt akkor cső. Nem. Hiába találtam el, ugyanúgy azt mondta, hogy hát szóvi, bazd meg. És akkor lényeg, hogy... mondjuk azt, hogy utána kellett néznem Dark Souls Wikipédián, meg néznem kellett róla videót, és akkor láttam, hogy hát a lényeg, hogy oda kell menni egyszer a bosshoz, most hogy meghalsz-e, vagy nem halsz meg, az most lényegtelen, de a lényeg az, hogy egyszer látnod kell a karaktered szemszögéből, hogy nem tudod leszedni azt a sárkányt, mert folyamatosan röpköd és füzet hány. És eléggé fájdalmas. Na most ennek a tapasztalatában a karakter akkor eljön szépen ide Gaukhoz. Hát igen, Gaug megkérdezi, hogy van-e valami problémánk a sárkánnyal. Hát, őszinte egy ember vagyok, igen, van egy kis probléma. Igen. Good. What is bravery without a dash of recklessness? I've taken a liking to thee, and I owe thee much for thy service to Artorias. Now, watch, and see how Gloth hunts dragons.
truer shot was never loosed. That bat will be grounded for a good spell. The rest is in thine hands. I await good tidings. Ah, dragon slaying, knighthood's highest calling. Én akkor mindig arra gondolok, hogyha az a Gaug nevezető óriásunk nem lenne vak, akkor mit tudna még lőni? Tehát így vakon így eltalál egy sárkányt. Akkor mi lenne, hogyha látna? Ah, hello there. What of Calamit? He is an ancient dragon. Sky, but I know he will not be put down easily. Hát az már biztos. Dragons shall never be forgotten. We knights fought valiantly, but for every one of them, we lost 60 of our own. Exhilaration, pride, hatred, rage. The dragons teased out our dearest emotions. Thou will understand one day. At our twilight, old thoughts return. Great waves of nostalgia. I suspect thou hast taken a gander at it, but the dark of the abyss, which swallowed poor Artorias, threatens to devour our entire land of Ulysseal. It seems that this dire fate is unavoidable, but seduced by a dark serpent or no, they awoke that thing themselves and drove it mad. One's demise is always one's own making. If thine wish is to succeed poor Artorias and challenge the spread of the dark, then thou must face Manus, father of the abyss. The dark emanates from Manus himself. Even if this land shall expire, thou may be able to prevent further corrosion. But even so, one day the flames will fade, and only dark will remain, and even a legend such as thyself can do nothing to stop that. És mekkora igazságokat mond ez az óriás. Ezekre a mondatokra, ezekre nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert igazából az egész játékot lefedi. Do not mistake my words. I cherish my work. Wood carving is a nuanced art. I would have much to talk about with that blacksmith. In truth, how is the old chap, I wonder? Still hammering away. I should hope. Ja, most már csak ugyanazt mondja. Elvileg most a izéről beszélt legutoljára. I await good tidings. Az élőholok plébániában lévő kovácsról, meg ugye folyamatosan üti azt a kalapácsot, meg azt az üllőt. Most igazából a kalapács üti az üllőt, mindegy. Szóval nagyon-nagyon érdekes, amit ez a Gaug mond. És hatalmas nagy igazság van benne. És gyakorlatilag erre épül az egész Dark Souls trilógia is. Ezekre a mondatokra. Tehát hogyha azt igazából, hogyha az ember szeretné érteni a Dark Souls-t, akkor igazából én neki ezt a részét tudom neki megmutatni, ezt az 5 perces részét, amit Gauggal az ember tud beszélni. Na. Hát lényeg, hogy tök mindegy, hogy mit csinálunk, tehát igazából Gaug most bemondta a Frankot, tök mindegy, hogy mit csinálunk a játéknak a legeslegvégén, a lángok egyszer úgyis ki fognak hunyni. Csak az a feladatunk, hogy eldöntsük, hogy általunk hunjon ki, vagy meg hosszabbítjuk az elkerülhetetlent. Vagy csak igazából eltoljuk az idejét, ami egy idő után úgyis be fog következni.
Na mindegy. Szerintem amúgy, tehát igazából én úgy vagyok vele. Tudjátok, ez olyan, mint a Mortal Kombat. Ott is igazából az volt, hogy a Mortal Kombat ugye az arra épült rá, hogy a story tehát igazából most film szempontjából, de szerintem a játék szempontjából is az van, hogy a halhatatlanok, és igazából a halandók csatáznak, és lényeg, hogy mindig az van, hogyha a halandók nyernek, akkor egy egész ember öltőnyi ideig véve van a föld. De utána megint meg kell harcolni. Szóval igazából folyamatosan a Mortal Kombat az ugye arról szólt, hogy mindig azért harcoltak, hogy egy olyan 100 évig béke legyen a földön. No. De hát, hogy igazából egy idő után úgy is elkerülhetetlen az, hogy... Tehát nem lehet, szerintem nem lehet a világ minden, nem lehet a világ mindenségig, világ, tehát nem lehet örökkivaló, az örökkivalóságig védekezni. Na, tehát azt akartam nagy nehezen kinyögni. Próbálj meg elfutni addig a szarig, és próbálj meg nem meghalni. Bár ez most kutyokba fog következni. Mivel már alig van HP-m, és utolérnek ezek a mocskos kutyák. De nem akarok rájuk elpocsékolni varázslatot, mert az összes varázslatomra szükségem van, az a problémám. És jó lett volna ember alakban neki esni ennek a rohadsárkánynak, de mindegy. Na jó. Célkövető lélek masszát alkalmazzunk ezen a három dög ellen. Talán elegendő lesz. Meg akkor biztos, ami tuti. Hol az a kardom? Bár hogyha tényleg odáig folyul a dolog, hogy lekökardoznom ezt a sárkányt, akkor szerintem nyugodtan meg is dögölhetek. Igazából semmi esélyem nincsen jelen pillanatban vele közel harcban. Még így se. Na. Egy mocsadék kutya. Két mocsadék kutya. Úgy szépen oda pussál föl. Téged akkor ignorállak. No. Ugye, elfelejtettük. Most hát nem felejtettük el, hanem még itt van ez a... Ugye kristálygyík. Legalábbis volt. Nem mindegy. Jó, minusz egy vaska. Szevasz! Jó sebzés! Nagyon-nagyon kerüljétek el. Az meg főleg. Közel volt.
Nagyon centikkel játszok. Tudsz mást is nyomatni ezen a szaron kívül? Ó, és pont beakadtam a fiam halba. Na mindegy. Mondjuk, hogyha nem akarok bele a falba, akkor simán meg lenne. Na mindegy. Maradjon. Legvégső esetben bevettem. Vagy nem lehet az elején kéne ellövöldözni ezt a fej és sárkány leheletet. Meg kíváncsi is vagyok amúgy, hogy mennyit sebez rajta, mert úgy nem emlékszem rá. Egy fejből. Ja, na. Na most jó, nem fogok most videót. Miről beszélek? Tehát nem fogok most videót gyorsítani. Szépen elmegyünk hozzá. Annyira nincsen messze. Mondjuk mi az képest. Mondjuk a többi bosshoz képest, de. Nem. Mondja, a többi bosshoz képest nincs messze. Persze, hogy. Na jó. Gyere, te szarházi. Négy né. Szórakozok itt a varázsatokkal. Le kell őket kaszabolni, az cső. Egy flaska minusz. Na gyere! Vagy... Köcsök kutyák! Ja, ez meg úgyis kelleni fog. Rá kéne kapnom ezt a kristálygyíkot. Hát, hogyha nem ugranék mellé. Nem mindegy. Na, amíg ide ér, addig betárazunk. Erőteljesen. Persze, hogy idáig elérsz, mert miért ne érni el? Milyen francot csinálsz? Jó, ez a varázslat, ez rohadt sokáig tart, ez a probléma. Van, beleugrottam a szájába. És nem is sebez annyit, amennyit szeretnék, hogy sebezzen. Rohadt sokáig tart, és nem sebez annyit, amennyi jó, úgyhogy ezt úgy, hogy van, ezt skip. Mondjuk nem tudom, mit tehetnék be helyette. De akkor azt is skippeljük azt a részt. És akkor nézzük meg újra. Na, csapó 3. Próbáljuk meg ezt a sárkány? Szívja kristálygyíkot elkapni. Na végre. Lehet, hogy ez volt egész eddig a probléma. Meg az, hogy rossz gyűrű van berakva. Gyere, cica!
amúgy szép volt. Ezért nem jó, mert megint közel vagyok a falhoz. És nem lesz elég területem. Jaj, ez meg túl távol van, igen, hogy nem. Csak 200-at sebez. Az nem sok. Hát ez szépen eltrafált, és most ki is fog nyírni. Hát ezt nem hiszem. Kösz, hogy adtál egy kis levegőt. Nem. Na, csak sikerül. Von bele a szájába. Jaj, ne már megint a fal. Na jó, utás el innen. Ez így necces lesz, most nagyon fog taposni. És nem. Jó, fussunk el jó messzire. Target lock. A mocskos rohadt anyádat, target lock. Nem tudja nekem belokkolni a sárkányt. Aj, persze. Aj, de valószínű. Aj, srácok, ez hosszú lesz. Ez nagyon-nagyon-nagyon hosszú lesz ez így. Csapó negyedik vagy ötödik? Ma nem is tudom. Mondjuk az a helyzet, hogy túl sokáig tart ez a fight. Ez az ember ma nem is tudja, hogy hányadik. Próbálkozás. Igazából nem próbálkozni kéne, hanem meg kéne dögleszteni. Na nézzük. Hát meg az anyádnak a tudod micsodáját, de köcsög.
Szörnyű, bazzeg, szörnyű. Na mindegy, ott találkozunk. Meg már, hogy hogyan kell ezt a dögöt megölni, mondjuk az idegesít a legjobban egy picit, hogy az első alkalomkor már simán meg lehetett volna, hogyha nem akadok be a rohadt falba. Hát sajnos be akartam. Ez sajnos ez egy ilyen sport. Na gyere már! Targítok, mi a francot csinál? Na végre már. Nem. Miért kasztolom el, amikor látom nagyon jól, hogy mit akar támadni? Miért vagyok hülye? Ez majdnem az életembe került megint. De a rohadt target lock az lockolja már be nekem a sárkányt, egy ilyen bazi nagyot nehogy már ne vegyek észre. Na persze. Valószínű. Biztos, hogy tudja, hogy éppen fölveszek. Azért mutatja meg az összes fasságát. Na mindegy. Na végre ma. Rohadt billentyűzet. Megnyom az ember egy random gombot, aztán előjönnek a gesztúrák. Na jó, nem a random gombot, hanem a gét nyomtam meg, de hát akkor is. Most ne jön nekem elő, nem akarok gesztikulálni. Nem sárkányt akarok ölni. De még ma. Hoppá, pont eltaláltam a forkincádat. Nem baj. Legalább meg lett a fegyvered. Legalábbis ami a forkincádból elkészíthető. Ez se sikerült még így. De most már legalább a farkad, de nem fogsz nekem hátra csak kutosni. Azt a sztorit, azt már be is fejezhetjük. Most mi van? Meddig jössz még? Ja.
el a karakterem? Most miért tökörészik? Most mit csinál? Nyomom azt a redvás szó közt, és nem ugrik el. Hanem szépen álljál ott, és várd meg, amíg megöl ez a köcsök. Tényleg. Tök logikus. Hon van ez a izem, itt obszidián nagykard. Ja, sárkánykard, 20-as erő kéne hozzá. Egy nagy balta egyik a ritka sárkány fegyvereknek, egy egyszerű fekete sárkánynak kalamit farkából van, akit az ősi sárkányok utolsó fajtája volt. Ezen obszidián penge rejtélyes erejét akkor mutatja meg, ha két kézzel használjuk. Na, majd látom ezt a rejtélyes fegyvernek a... Ja, nem tudom, mert nem elég jó a statisztikám. Ja, még két kézbe se hozza elő az izét, különleges képességét. Na mindegy. Van ez így. Hol van a varázsbotom? Hát te ne. Na várj, akkor mindent mit szedtem ki? Ja, a kardot? Ja. Csak most találd meg, hogy hol van, itt van. Na akkor öljünk kutyákat, azt utána meg majd sárkányt. Vagy a sárkányol meg engem, mindegy. Valamelyik, amúgy is bekövetkezik így is, úgy is. Nem tudom hány ezredik. Valami hetedik környékén. Mondjuk sokan vitatkoznak vele, hogy melyik a nehezebb manusz vagy ez. Hát mikor melyik? Szerintem manusz nehezebb. Ez csak szimplán rohadék. Gyere már! Nem érünk rád egész nap. Bírtam volna, hogyha most megint eltalálom a parkinzáját. Kezdj már magaddal, de ne így! Most miért jössz ennyire rám? Mi a tökömet akarsz? Hát csezd meg akkor. Vele mászik a pofámba, komolyan mondom. Nem tudja dönteni, mit akar. Áj, srácok, ez nagyon hosszú lesz így. Az így nagyon hosszú lesz ez így. Főleg, hogyha közben elveszíteni a türelmemet. Egyszer is meg fog döbleni. Engem megölhet 100-szor is, 1000-szer is, leszarom. De ő neki csak egyszer kell megdögleni. De akkor nagy. Most te mit akarsz? Most mondd el, hogy mi a tökömet akarsz itt. Ilyen rohadt közel.
nézzetek meg, megint ide jön a pofámba. És fölbassz, hogy kettőt is mellé lövök, mert miért is ne? Tényleg, találj el, légy szíves. Azok meg mind fölé. Hagyjál meg! Ne gyere már bele a pofámba! Ha kérhetem! Kicsit várjál, hát egy kibaszott lélegzetvételnyit azért várjál már. Gyere már megint bele a pofámba. Nyomom azt a kurva szó közt és nem ugrik el. Mi van ez a rohadt target lockkal? Csinál ez a hülye játék? Hát bazd meg, elveszítem a target lockot és nem lövi. Szar csere ez a sárkány lehellett jelen pillanatban. Megint belősz az arcomba. Ez nagyon hülye, meghűlt. Ez a fight, ez egy vicc. Na, meg csak az kellett volna. Ó, hogy rohadjál össze, vissza. Balsós gyűrűddel együtt. Tudom, mindannyian szeretnétek, hogy kimondjam, úgyhogy ki is mondom. Kalamit, a kurva anyádat. Ennyi. Eddig Nito, meg ez a fasz. Viszik a prímet.
hogyha most köcsökség listát kéne csinálnom. És még hátra van Manus, mert még hátra van Gwyn is. Úgyhogy a dobogóra még ketten még vannak. Még pályáznak. Bárcsak sólyomszem itt lenne. Hát ja, szépen keresztül döfte volna. Szétnyilozta volna a fasz. Fasz be azt a köcsögöt. Na. Mi van még? Ja, még itt van egy ládika, azt meg akkor felszedjük. Ennyit szívni. Az összes varázslatom ráment. Ez a fehér sárkány lehelet ezért rakott szar. Vagy hát legalább most rohadtul nem igazán akart nekem segíteni még ez a varázslat sem. Pedig ez szépen szokta darálni, olyan 400-at szokott sebezni rajta. Ha eltalálja, amiért méltóztatik eltalálni. Jó kis titanit tábla. Na jó, nem fogok én itt vissza kukorászni. Van nekem hazatérő csontom. Jó, haza is térünk. És megpihenünk. Meg szintet lépünk. Meg megnyugszunk. Mert azért most egy kicsit tényleg úgy bassza meg a rendszer. Csak egy picit. Na, menjünk fel még Gaukhoz, beszélgessünk vele. Mondjuk el neki jó hírt, hogy olyan 150-szer megdöglöttem, de nekem csak egyszer kellett megdögleszteni, úgyhogy királyság. És komolyan, Manus ellen mit fogok csinálni, hogyha ez a kalamit ennyire nehéz volt most? Vicc. Kicsit vicces. És az a vicces, hogy a legelején sikerülhetett volna, hogyha én hülye nem akadok bele a falba. Na mindegy. Thou hast defeated Calamite? Wondrously played. Lord Gwyn's blessing upon thee. That beast will never take to the skies again. Kőjöve New Game Plus-ba, de most az enyektán. This great bow? I shan't need it, but no dragons to hunt. I know not if a human could even operate it. But here, thy need outweighs mine. Na, megkaptuk az íját. Ami sokkal jobb, mint a sárkányölői. Viszont sokkal nehezebb is. Na jó. Igazából van mindenünk. Do not mistake my words. I... cherish my word. Nem ugyanazt mondja. Ja, azt már egyszer láttuk, hallottuk. Farewell, proud human. May every honor be bestowed upon thee. Hát ez nem ártana. Mert a következő részben megyünk a DLC-nek a főbosszához. A Manushoz. Na mindegy. Nem tudom, hogy ezt a videót ezt hogyan fogom megvágni. Lehet, hogy nem az összes próbálkozás fogjátok látni. Mondjuk attól függ, tehát hogyha mit tudom én, egy ilyen 1 óra 20 perc környéki lesz a videó, akkor, vagy 1 óra 30, akkor valószínűleg benne hagyom az összeset. Na meg hogyha ilyen alatta lévő időszak, akkor több mint valószínűleg kivágtam belőle egy csomó részt. Na mindegy, egyszerűen a kis százalvégén köszöntöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Szói vagyok, Szói voltam, Szói leszek. Bocs a Rage-ért, ez van. Kalamit megszivatott. Legyetek jók, ugyatok sok vizet, vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok!